Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház képviselőasszony. Hát köszönöm szépen, hogy egy ilyen fontos pályázati lehetőségre és eljárási rendre irányította a figyelmet a mai hozzászólásával. Valóban a területi operatív program pályázatai egy rendkívül népszerű kategória, ahol az önkormányzatok legjobb tudásuk, elgondolásuk szerint választották ki, hogy mi az a terület, amit fejleszteni kívánnak. Be kell látnunk, hogy ez korábban azért nem így volt, sokszor a pályázati kiírásokhoz kellett igazítani az elképzeléseket, míg itt tényleg a valóság diktálta az élethelyzetet. 100%-os támogatásról van szó, ez is azért én azt gondolom mindenképpen azt bizonyítja, hogy olyan kormányzati szándék van, ami a legkisebb településeknek is fejlesztési lehetőséget biztosít, nem önerő függvénye esetenként egy-egy ilyen program megvalósítása. A kérdésre további részére vonatkozóan, ugye valóban az volt, hogy egy műszaki tartalom fölülvizsgálatra sor kerülhetett, de ez a program érdemi részét nem befolyásolhatta. Tehát ami szükséges ahhoz, hogy a fejlesztés megvalósuljon, az a műszaki tartalom felülvizsgálata során is benne maradt. Ha voltak olyan részei a programnak, amelyek nélkülözhetőek voltak, az volt az, ami esetleg csökkentette a további költségeket. A közbeszerzési eljárás valóban volt lehetőség arra, hogy meghívásos vagy nyílt eljárás formájában is ez megtörténjen, és hát ennek eredményeképpen én azt gondolom, hogy azért nagyon sok helyen sikerült kiválasztani a kivitelezőket. Az idő múlásával, illetve az árak alakulásával valóban előfordult olyan is, hogy esetenként saját forrás bevonására is sor kerülhet, ahol ez rendelkezéssel, illetve van olyan kezdeményezés több önkormányzat részéről is, akik több évre esedékes fejlesztési hitelt szeretnének fölvenni ennek a megvalósításához. Ami a államkincstár számlával kapcsolatos észrevételét, kérdését illeti. Nos, hát az önkormányzatok ezt a támogatási formát, ezt a támogatási összeget tulajdonképpen megkapták, nem tulajdonképpen megkapták, saját számlájukon, alszámlájukon ez rendelkezésnál. Nagyon sok helyen már megtörtént a kivitelezés és a kifizetés is, tehát itt már az elszámolási időszak zajlik. Vannak olyan önkormányzatok, akik október végéig ezt meg fogják tudni tenni, és hát itt is teljes mértékben rendben van a dolog. Azonban az is előfordul, amelyben azok az önkormányzatok vannak, akik ebben az évben már nem tudják megvalósítani ezt a fejlesztési programot különböző okok miatt. Nos, az ő esetükben semmiféle elvonásról egyáltalán szó sincs. Erről a polgármesteri hivatalokat tájékoztatták. Annyi történik mindösszesen, hogy egy általuk vezetett, tehát az államkincstár által vezetett, de az ő számukra szóló államkincstári számlán kerül ez a pénz pénzügyi okokból a további időszakban a program megvalósításáig vezetésre. Tehát nem helyén való, és azt gondolom, hogy az információ hiányból, vagy esetleg rossz szándékból adódik, hogy azt tételezik föl, hogy valaki ezt a forrást el akarná tőlük vonni. Nos, erről egyáltalán nincs szó, hangsúlyozom még egyszer, hogy ez a forrás továbbra is rendelkezésükre áll. Annyi pénzügyi eljárási változás van, hogy az eddigi alszámla helyett egy államkincstári számlán kerül vezetésre, mindaddig, míg ez a program meg nem valósul a következő időszakban. Kérem képviselőasszonyt, hogy nyugodtan tájékoztassa erről a polgármester kollégáit, ez egy hivatalos pénzügyi eljárás, és én hiszem, hogy ez azt szolgálja, a következő időszakban ezek a fejlesztések meg fognak valósulni. Köszönöm szépen!